Szeretettel köszöntök mindenkit. Az imént hallott induló annak a Görgei Artúr tábornoknak a emlékére íródott, aki 1849. május 21-én diadalmasan visszavívta Budavárát. Mi visegrádiak nem csak erre az évfordulóra emlékezünk ilyenkor május 21-én, hanem immár sok évtizede a tábornok halálára is, hiszen 1916. május 21-én hunyt el az addig Visegrádon élő tábornok. Idén kivételes rendhagyó módon nem a görgei villánál lévő emléktáblánál, illetve szobornál koszorúzunk, hanem eljöttünk ide a tábornok vendégházhoz, ami azt gondolom azért nem ördögtől való gondolat, hiszen ha visszagondolunk arra, hogy május 21-én Buda visszavételére is emlékezünk, akkor ez a szobor, amelyik pont a győztes tábornoknak állít emléket, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó helyen vagyunk ezen megemlékezés alkalmából. Először kérem Gróf Pétert, hogy olvassa fel a komáromi kiáltványt, illetve mondja el a köszöntő beszédét. Komárom, 1849. április 29. Bajtársaim, alig egy hónapja, hogy a Tisza meget állottunk, kétes pillanatokat vetve, még kétes jövőre. Ki hitte volna akkor, hogy egy hónap múlva már túl leszünk a Dunán, és szép hazánk nagyobb része felmentve egy esküszegű Rúd dinasztiának rabigája alól. Legbátrabbjaink sem mertek volna annyit bizton remélni. De a hadaszeretet szent ihlete áthatott benneteket, s az ellenség milliárdnyi ármádiának tekintette bátorságtokat. Ti győztetek, hétszer egymás után, és győznetekkel ezentúl is. Emlékezzetek rá, ha új csatárok eltek. Eldöntő volt minden csata, melyet vívtatok, és még eldöntőbb lesz, valamennyit ezentúl vívandunk. Emlékezzétek róla, ha új csatára keltek. Ti nektek jutott a szerencse, éltetek feláldozásával megadni e szép honnak ősi önállását, nemzetiségét, szabadságát, örök fennlétét. Ez a legszebb, legszentebb feladatotok. Emlékezzetek róla, ha új csatára keltek. Sokan vannak köztünk, kik már kivívottnak hiszik hazánk óhajtott jövendőjét. De ne ámítsátok magatokat, mert ezen harc, nem Magyarország és Ausztria közti harc, egyedül ez európai harc leend, a természet adta legszentebb népjog harca a bitor zsarnokság ellen. És győzni fog a nép, győznie kell mindenütt. De ezen győzelemnek ti alig lehettek élvezői, ha bajnokai lenni híven akartok, és bajnokai csak akkor lehettek, ha mártírjai lenni ezen legszebb, legdicsőbb győzelemnek elhatározott szándékotok. Emlékezzetek róla, ha új csatára keltek. És minthogy élő hitem, miszerint köztetek alig van, ki egy gyáva életet jobban szeretne a dicső halálnál, s ki velem egyformán nem érezné, hogy olyan nemzetet, melynek fiai hasonlók a szolnoki, hatvani, bicskei, isaszegi, váci, nagysallói, komáromi hősökhöz, rabbá tenni többé nem lehet. Még a legborzasztóbb ágyútűzben is csak egy jelszavam marad hozzátok. Előre bajtársaim, mindig előre. Emlékezzetek róla, ha új csatára keltek. Tisztelt hölgyeim és uraim! Az iménti kiáltványt egy 31 éves, szemüveges, szigorú tekintetű, néhány kortársa szerint érzéketlen és cinikus katonatiszt, a Magyar Honvédség fővezére, Görgei Artúr tábornok írta 1848. április 28-án, miután a honvédek alig egy hónap alatt hat csatában fényes győzelmet aratva a Tiszától Komáromig jutottak el, felmentve az ostromlott erődöt. Ez a kiáltvány egyszerre győzelmi hadi jelentés, és egyszerre egy költői magasságukba szárnyaló, buzdító írás. Nem egy rideg, a természettudós racionalitásával mérlegelő katona, hanem egy forradalmi lelkesültségű, bátor, fiatal hadvezér írása. Görgei Artúré, aki a szabadsághoz tisztikarának egyik legjobban képzett katonája volt. A Váza gyalogezredben gyalogsági, a Tulni jutásziskolában műszaki kiképzésben részesült. A bécsi magyar királyi nemesi testőrségben vezérkari, míg a Nádor huszárezredben lovagsági képzettséget szerzett. Katonai pályája során összesen 10 hadjáratban vett részt,
ezek közül 7-et ő maga vezetett, és csak egyben nem sikerült rákényszeríteni akaratát az ellenségre. A szabadságharc 11 nagy csatájából 7-ben volt ott, 5-öt ő maga vezetett, és ezek közül csupán egyet veszített el. Haditerveit merészség jellemezte, de nem ment túl az észszerű mértéken, és ok nélkül nem kockáztatta katonái életét. Jól ismerte a felkínálkozó helyzeteket, többször is meglette és megzavarta a túlerőben levő ellenfelet, és gyakran bátor személyes fellépésével döntötte el egy-egy összecsapás sorsát. 1848-49-ben ővé volt a legszervezettebb sereg, katonái tűzbe mentek érte. A diadalmas tavaszi hadjárat után a magyar politikai és katonai vezetésnek döntenie kellett. Hogyan tovább? Támadni Bécs felé, vagy visszafoglalni Budát? Ez a kérdés nem csak a korabeli magyar hadvezetést osztotta meg, hanem máig vitatkoztak rajta, mi lett volna a jó megoldás. A katonai helyzetet elemezve tény, hogy az osztrák sereg nem szenvedett megsemmisítő vereséget, korántsem gyengült meg végzetesen. A tavaszi hadjárat során a magyar sereg kifáradt, készletei kimerültek. Kockázatos lett volna az elavult, de 5000 fős helyőrséggel és egy kiválóan képzett katona, Henci tábornok vezetésével védett Buda várát a hátuk mögött hagyni, az ellenség által ellenőrzött Lánchiddal, mely az ország egyetlen állandó Dunahídja volt. Nem beszélve arról, hogy milyen lélektani jelentősége volt annak, hogy az ország fővárosát az ellenségtől visszafoglalják. A 31 000 fős honvédsereg május 4-én érkezett Budavár falai alá. Görgei Artúr tábornok megadásra szólította fel a vár védőit, másrészt kérte a parancsnokot, hogy a küzdelmet a pesti oldal és a civil lakosság megkímélésével vívják meg. Henci válaszul katonai szempontból teljesen értelmetlenül tüzérségével bombázni kezdte a pesti rakparton álló klasszicista épületsort, amely az ostrom 17 napja alatt teljesen el is pusztult. A Komáromból megérkező ostromágyúkkal május 16-ától kezdve folyamatosan lőtték a várfalait. Több sikertelen támadás után a döntő rohamot Görgei május 21-ére tűzte ki. 1849. május 20-án Nagy Sándor József vezérőrnagy főhadi szállásán vacsorát adott a tiszti karának. Ott volt Schulz Bódog alezredes, akit ekkor már Bátorinak neveztek, hihetetlen vitészségéért. Nagy Sándor Bátorira emelte poharát, idézem. A Bódog megérkezett, most már bátran elmondhatjuk, hogy szerencsét hozott, mert Boldog a neve. Mi győzni fogunk, éljen ő és a haza. Bátori válasza lakonikus volt, idézem, minden esetre Buda várába fogunk reggelizni. Május 21-én hajnali 3-kor az összes ütekből zúdult ösztűz a várra, majd megindult a roham. Amikor Görgei Artúr a svábhegyi főhadiszállás teraszán felállított távcsőbe nézve megpillantotta, hogy Püspöki Grácián őrmester kitűzi a zalai 47-esek zászlaját a budai vár ormára, így kiáltott föl. Előre, ott lobog a trikolor, éljen a honvéd. A véres ostrom egyike volt a szabadságharc legrövidebb várvívásainak. 17 napig tartott. A magyar hadsereg katonájuk 368 fő esett el, mintegy 700-an sebesültek meg. Ezzel szemben az osztrák védők vesztesége 710 fő volt, illetve fogságba esett további 4000 katona, 248 löveg és több ezer gyalogsági fegyver jutott a magyar sereg kezére. A győzelem Görgei Artúr és a magyar honvédsereg nagy diadala. Nem véletlen, hogy 1992 óta a Magyar Honvédelem napja, amikor a tábornok 1916. május 21-én bekövetkezett halálának évfordulójára is emlékezünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mi itt Visegrádon évtizedek óta igyekszünk méltó módon megemlékezni Görgei Artúrról, aki küzdelmes élete utolsó évtizedeit Visegrádon töltötte, és ez több emlékhely örökíti meg. 1933-ban a Görgei Bércen Zsitvai Tibor, a nemzetgyűlés elnöke, igazságügyminiszter, Visegrád mecénása állított emlékművet Görgeinek a tábornokot ábrázoló plakettel. A jubileumi Görgei évek visegrádi rendezvényeinek sorában 2018. január 29-én ifjabb Szlávis László alkotását dr. Földvári Gábor, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára és Félegyházi András polgármester avatta fel a Visegrádi Városházán. 2018. május 16-án Áder János köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka avatta fel a tábornok visegrádi lakhelye mellett felállított mellszobrot.
Bánó László és felesége, Bánóné Rédai Anna, Görgei tábor, Artúr tábornok iránti tiszteletből úgy döntöttek, hogy itt a tábornokhoz címzett vendégház udvarán felállítják az 1848-49-es szabadságharc fővezérének mellszobrát, amelyet 2019. szeptember 19-én Bozó Tibor dandártábornok, a Görgei Artúr nevét viselő HM Altiszti Akadémia parancsnoka és Félegyházi András polgármester avatott fel. Ez utóbbi két alkotás Szkok Iván műve. Külön öröm számomra, hogy az idei május 21-i megemlékezést itt tarthatjuk, ami hitem szerint néhai kedves barátunk Bánó László szándékával is találkozik, és ezúton szeretném megköszönni Bánóné Rédai Annának, hogy örömmel és készséggel hozzájárult a mai esemény megrendezéséhez, valamint önöknek, hogy részt vettek a mai megemlékezésen. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen, és most kérem hallgassanak meg egy éneket Farkas Enikő előadásában egy honvéd nótát. Huszárosan vágatom a hajamat, nyírbökönyben nyergelik a lovamat. Szénaszalma porcióba van belepakolva, adj egy csókot kis angyalom az útra. Csókot adni a huszárnak nem lehet, mert a huszár igaz szívből nem szeret. Ha a huszár igaz szíve sejhaj szeretne, maga mellé a nyeregbe ültetne. Gyenge vagy még kis angyalom alóra, táncol aló, te meg lássál róla. De ha egyszer én ülök a sejhaj nyeregbe, felugratok a csillagos egekbe. Csillagos ég, merre van az én hazám, merre sirat engem az édesanyám. Nem sirat az, mert el vagyon sejhaj temetve, a sírjára rozmaring van ültetve. Nem sirat az, mert el vagyon sejhaj temetve, a sírjára rozmaring van ültetve. Köszönöm szépen. Rövid megemlékezésünk hivatalos része ezzel véget ért. Hogyha valaki hozott egy szál virágot, vagy esetleg koszorút, az helyezze el a szobor talapzatánál, és köszönöm mindannyiuknak, hogy megjelentek itt ma este, vagy ma délután, bocsánat. Köszönöm szépen.